Kedd délután vidiszurkolókkal telt meg a Városháza díszterme, mivel Bartosz Gzselák, a Fehérvár FC jelenlegi vezetőedzője tartott szurkolói ankétot. A tréner tavaly szezon közben érkezett a székesfehérvári csapathoz, az előző idényben sikeresen bentartotta az NB1-ben a csapatot, az idei kiírásban pedig harmadik helyig sikerült felrepítenie a tabellán. Nem meglepő, hogy igen hamar megkedvelték a szurkolók, akikkel igen közvetlenül viselkedik, sokukkal személyes kapcsolatot is ápol. Itt lakom Székesfehérváron, és nagyon szeretek itt élni. Fontosnak tartom, hogy közel legyek a szurkolókhoz, ha már a csapatuknál dolgozom. Mindig oda jönnek hozzám gratulálni, vagy a véleményüket elmondani, nincs ezzel problémám, élvezem az életet itt a városban. De magyar tudását is megcsillogtatta a tréner. Bartosz Gzselák a Ferencváros elleni mérkőzésre is kitért. Úgy gondolja, ha bár az elmúlt két mérkőzés nem éppen úgy alakult, ahogy eltervezték, de egy nagyon motivált és erős keret a vidéjé, és talán a nyomás inkább a vendégcsapaton lesz. De természetesen a szurkolókat is megkérdeztük, hogy mire számítanak a Ferencváros elleni rangadón. Pongrácz Weber Géza és fia, ifja Pongrácz Géza elmondták, nagyon fontos lenne a győzelem. Mindig vannak hullámvölgyek, főleg így, hogy szétbontották most a téren a csapatot, a csapategységet. Remélem a Grezzelák újra visszaépíti majd, úgyhogy mindenképp győzelmet várunk. Amúgy is a Fradit szeretnénk mindig legyőzni. Jó barozban a csapattal! Őri Márk az RBD Ultrász oszlopos tagja, és maga is jó kapcsolatot ápol Bartosz mesterrel. Ő szintén nagyon bizakodó mind a vasárnapi meccsel, mind a trénerrel kapcsolatban. Elsősorban egy nehéz mérkőzésre számítok, de remélem, hogy sikerül itthon tartani a 3 pontot, hiszen az ősszel itthon 3 gólt rúgtunk nekik, és egy furcsa bírói tévedés után kaptunk egy gólt, amit a mai napig nem értek, hogy miért nem fújta vissza a VAR, de ne feledjük azt, hogy meg is vertük a Ferencvárost idegenben, úgyhogy remélem, hogy most is sikerül megvenni őket. A Ferencváros elleni mérkőzést vasárnap 15:30-kor rendezik meg a Sóstói stadionban.